Május 8-án délután lelkész beiktató istentiszteletre gyülekeztek a református templomban a tiszafüredi református egyházközség tagjai és a meghívott vendégek. Az eseményen került sor a gyülekezet második lelkipásztorának, Szabóné Varkoly Zsuzsanna lelkésznek a beiktatására. Az istentisztelet dr. Fekete Károlynak, a tiszántúli református egyházkerület püspökének szolgálata volt. Kegyelem nektek és békesség, szólt a közösséghez főtiszteletű Fekete Károly. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből olvasta. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Püspök úr az ige magyarázatban kifejtette, hogy az emberi test egy törékeny cserépedény, amelyben a kincs Isten igéje. Mi, emberek, sokszor a külsőt, a cserépedényt bálványozzuk, pedig az érték a kincs belül van. Egy ajándékot hozott a beiktatás előtt álló lelkészasszonynak, Szabóné Varkos Zsuzsannának. Egy kelyhet és egy kenyérosztó tálat, amelyet a tiszántúli református egyházkerület készítetett Sárospatakon. Ezt követően került sor a lelkész beiktatásra, amely nagy tiszteletű Besztercei Andrásnak, a nagykunsági református egyházmegye esperesének szolgálata volt. Kedves Szabóné Varkoly Zsuzsanna lelkipásztor testvérem, szeretettel köszöntelek ez ünnepi gyülekezet közösségében. Örömmel állapítom meg, hogy a tiszafüredi református gyülekezet egy akarattal kinyilvánította azon szándékát, hogy az újonnan létrejött második lelkészi állást betöltsed. Tette ezt azért, mert az egyházközség megnövekedett feladatai ellátásához, köztük virágzó oktatási intézménye lelki veteményes kertjében nagy szükség van újabb beiktatott lelkipásztorra. Kedves lelkipásztor testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében beiktatlak téged a tiszafüredi gyülekezet lelkipásztori tisztébe, második lelkészi állásba. Ennek jeleként átadom a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét. Kérlek téged, szolgálj az igével és a sákramentumokkal Isten népének, és légy hű sáfára a gyülekezetnek. Törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Megtanulván, hogy jó cselekedetekkel járjatok elő ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyetek gyümölcstelenek. Amen. Hadd adjam át a konceszát, a díjlevéllel együtt, de mindennek alapja a Szentírás, fogad szeretettel egyházmegyénk nevében. A beiktatás után egy újabb ünnepélyes eseményre került sor, a palástos lelkészek egy-egy igével mondtak áldást az újonnan beiktatott lelkészre. 10 település, 16 lelkipásztora sorakozott fel az úrasztala előtt, és adta át gyülekezete jó kívánságait, köztük főtisztelendő Baranyák Béla, a tiszafüredi római katolikus egyházközség plébánusa. Ezt követően a helyi gyülekezet képviselői nyújtottak át ajándékokat nagy tiszteletű asszonynak, majd az egyházközség énekkarának szolgálata következett. Thank you.
istentisztelet nagy tiszteletű Szabóné Varkoly Zsuzsanna bizonyságtételével folytatódott, aki Isten igéjét a 103. Zsoltárból idézte. Áldjad lelkem az Urat! Lelkészasszony az emlékekről beszélt, melyek közül a kellemetleneket sokáig megőrizzük, míg azt, ha valaki jót tett velünk, hamar elfelejtjük. Kedves testvérek, mindenki lehetett. Sokunk számára csupa ez a napja. Az Úr napja van, életünk konfirmációs istentiszteletre voltunk, és igazság szerint nem is túl régen jöttünk ki a templomból, és már ismét itt vagyunk egy beindult istentiszteletre. Ezekért már önmagában is áldozat lehetünk, és hálálhatunk a mi Úrnak. Tudom, hogy sokan vannak, akik fáradtan ülnek most itt, hiszen dolgos hét áll mögöttünk, és sok szolgálás mögöttünk. Mégis azt mondom, hogy ez a mai alkalom nekünk a hálaadásé, az örvendezésé. Álljunk, mennyei Atyánk, hogy kegyelméből eljuttatott minket erre a délutánra is. Hiszen, hogy ad még egy kis türelmet, egy kis figyelmet mindannyiunknak. Kedves testvérek, a felolvasott két Zsoltár verset. Én még konfirmandus koromban kaptam, állítam még lelkipásztorom Ujjás Istvánnal. Nekem mai napig ez a templomba érkezünk bántságon. Sokáig nem értettem, mit jelent, hogy áldja lelkem az Urat, főm az Ő szent nevét. Csak évekkel később derült ki számomra, hogy valamit nagyon félreértettem, és rosszul jegyeztem el a kátélynek, amikor a lelkipásztor diktálta ezeket a verseket. Ma már tudom, hogy hogy van ez helyesen. És napi szinten emlékeztet engem ez az ige, hogy ne feledjem azt a sok jót, amit tett vele az Úr. Érdekes képességünk az emlékezett testvérek. Vannak, akik szívesen emlékeznek arra, hogy valakire jót tettek, valakit segítettek, talán ezzel sokszor még dicsekednek is. Van, aki szívesen emlékszik vissza a fiatalkori tréningeseire, vagy valamilyen különleges cselekedetére. Megint mások a nehézséggel teli évekre emlékeznek vissza, veszélyes helyzetekre, melyeken átmentek és átéltek. Sokan vannak, akik főként a rossz emlékeket hozzák újra és újra emlékeznek. A kellemetlen emlékeket raktározzák el sokáig önmagukban. És mivel újra és újra szóba hozzák és gondolkodnak rajta, ezért nem nagyon akar halványítani az az emlék. Sokáig emlékszik az ember az őtért sérelmeket. De vajon meddig emlékszünk arra, ha valaki jót tett velünk, ha nekünk segítette, ha rólunk szóltak elismerően, ha minket ajánlottak, ha velünk voltak elnézve, hamar elfelejtjük. Sokszor részesen veszünk a felépített nemes gesztusokat, vagy éppen természetesen veszünk. Még jó, hogy a mi Istenünk nem ilyen, mint mi emberek. Az Ő emlékezetében minden ott van, amit szóltunk, tettünk és gondoltunk. Egy dolog van, amiről nem emlékezünk meg. Az őszintén elmondott és megvált bűneinkről. Sokkal fontosabbak vagyunk neki, mint hogy az elévetett bűneinket újra és újra szemünkre állnak. A bűn mehet, az ember marad.
és az emlékeiben élő úremberen győzelmet aratott az Úr, akinek megváltozott, megváltozott az életem. Isten arrósat felkezdett meg, hogy szabadítót küldjön nekünk, aki által ez a megváltozott élet igenis lehetséges. Pedig már milyen régen megígérte és milyen sokáig várakozta meg. De aztán, amikor elérkezett meg látva az időt, teljesítette az ígéretét. Kaptuk egy olyan lehetőséget a Krisztus Jézusban. És már ezért a legnagyobb ajándékért önmagában is hálások lehetnénk. De ő még más is van nekünk, amiért áldja ki velem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ugye érezzük, testvérek, hogy ez a felszólítás mindannyiunknak szól. Egyenként, téged szólít, és engem. Ne csak a rosszra emlékezz, arra, ami fáj, ami bánt, ami mulasztás, hanem inkább a jóra, az öröm felére, arra, ami boldogságot okozott. Most énekeljük, lásd, mit tehet jóságos lelkeredet. És mit tehet? Tehetem a formában. Megbocsátja a bűnödet, meggyógyítja a betegségedet, megváltja életedet a sírtól, letölti a mai majd életedet. Mi kell enni ettől? Mindent megad nekünk, ami Urunk Istenünk, ezen a földön és az örökké valóságban. Ezért áldott életem azokat. Vannak testet és lelket megfelelő időszakok az ember életében. Mi is éltünk már meg ebben a gyülekezetben nehéz napokat, de álljunk érte az Urat, hogy magunk mögött hagyhattunk, hogy megláthattunk benne a nevelőt érzőnk próbákat, hogy tanulhattunk bennünk, különben nem biztos, hogy eljutottunk volna erre a mai délutánra, melyre a gyülekezet egészre készül, és ahol az egész gyülekezet ünnepel. Testvérek, én elérkeztek az ilyen felszólításának, és áldom az Urat. Az édesanyám miatt, aki vasárnap sem engedett sokáig aludni, mert menni kellett el magam. Köszönöm, hogy erélyes volt, és nem bízta rám, hogy majd a gyerek elment. Hálát adok azokért a lelki pásztorokért, akik segítettek tanulmányaim alatt és szolgálatok kezdetén. Nem lehetek elég hálás a családomért, édesapám gondoskodásáért, a testvérért, a fiai szeretetéért és a szolgálatban is társamért. Állatok a barátokért is, akik nincsenek ugyan nagyon sokan, de hetetlen határból is eljöttek, hogy bemutatják. Állom az Urat egy gyülekezetért, mely azt hiszem, hogy mára el is befogadott minket. Én tudnék még felsorolni hálára okot adunk dolgokat. De vajon ti testvérek, ti tudnátok, érdemes felsorolni, mert hát a kedvem is jó lesz tőle is. Emlékezhetünk, hogy mennyi áldásban volt részünk, és nincs okunk a panaszra, bármi is történjen. Ezért áldhatjuk az Urat. Ne felejtsd el, mondja az ige. Sok mindent elfelejtünk. Ígéretet, köszönetet, születésnapot, kiállítást megnyitunk, hálálást. De azt soha nem felejtsük el, hogy mennyi jót tett
amikor szomorú akarunk, sértődöttek, betegek, magányos, akkor se felejtjük az igét, amiből nem igazgatódhatunk, megbékélhetünk, megnyugodhatunk, társadalmat láthatunk. Még egy mondat. Milyen áldásos és vagyunk bennünk, milyen szép, amikor ilyen sokan együtt, egy hittel, közösen magasztaljuk és álljuk azt, akitől naponta ezer áldás szállnánk. Ahogy az énekkar énekelte, hálát szólunk neki. Ámen. Gyertek, hagyjuk. Áldjunk Istenünk, hogy nem felkezel rólunk is. Adod a te hírt, akár üzenetetnek ott napunként. Bocsáss meg, hogy sokszor hálátlanok vagyunk is. Nem becsüljük meg a beleadózásségünket. Kérjünk, újíts meg minket, Szent Lélek által. Egyben szeretete és örülés által. Áldásodat kérjünk gyülekezeteink életére. Az azokban téged szolgáló lelkészek nemi készülésére, mindjárt életére. Az Úr Jézus nevében fohászkodunk hozzád, és hiszük, hogy hallottál minket. Ámen. Ezt követően nyilvános presbiteri gyűlésre került sor, ahol Szabó Konrád Sándor nagy tiszteletű úr köszöntötte a református egyház vezetőit, a lipcsei kékesi család jelenlévő tagjait, az egyházmegye lelkészeit, Újvár Imre polgármestert. A jelenlévők közül Balázsi Gábor, az egyházközség gondnoka, Ozsvát János, a Bán Zsigmond református általános iskola igazgatója, Kékesi György, egykori gondnok, majd Újvár Imre polgármester köszöntötte kedves szavakkal a beiktatott lelkészasszonyt. A gyülekezet nevében nagy tiszteletű Szabó Konrád Sándor ajándékokat nyújtott át a meghívott vendégeknek. Ezt követően a jelenlévők átsétáltak a református általános iskola főbejáratához, hogy felavassák azt a négy székelykaput, amely az iskola, az óvoda és a templomkert bejáratát díszíti. Főtiszteletű Fekete Károly a Zsoltárok könyvéből idézte Isten igéjét, majd közös imádság után Isten áldását kérte azokra, akik ezeken a kapukon bejárnak vagy kijönnek. A nemzeti színű szalag átvágása után püspök úr haladt át először a székelykapu alatt, amely ezután az iskola főbejáratát díszíti.